Európa és világbajnokságra válogató versenyt rendeztek hétvégén a Vásárhelyi Vívócentrumban. A vívók kadét és junior kategóriában mérhették össze tudásukat. Az Európa és világbajnokságra a ranglista első 4 legjobb vívója mehet. Ezen kívül vannak európai körversenyek is, ahol az első 15-20 sportoló vehet részt. Ezekre évente 5 válogató versenyt rendez a Magyar Vívó Szövetség, ezúttal pedig Hódmezővásárhelyen került erre sor. Szombaton a kadett korosztály lépett a pástra, vasárnap pedig a juniorok küzdöttek az értékes pontokért. A hétvégén összesen több mint 100-an mérték össze a tudásukat. Az egész élmezőny ilyenkor itt van. Itt vannak a budapesti klubok, a Törekvés, az UTE, az MTK, tehát mindenki itt van, aki számít. Itt vannak a korosztályos válogatottak. És tőlünk a Csomorkány Egyesületből 4 induló volt, a Tóth Gergely, Miskolci Tamás, a Bakó Andris, meg a Vas Benedek. Benedek még jóval fiatalabb, tehát ő még nem tartozik ebbe a korosztályba. Andrisnak saját korosztálya, és a másik, meg a Gergőnek is saját korosztálya, tehát ők másodéves kadettek, ők az idősebbek, és a Miskolci Tomi az, akinek még jövőre is lesz egy ilyen verseny. A női junior kategóriában a Csomorkány Sportegyesülettől Horváth Noémi, Berecki Réka és Kádár Kitti vettek részt a válogatón. Ott jártunkkor is folyamatosan zajlottak a küzdelmek, a vásárhelyi indulók vereséget és győzelmet is elértek már, ám a délelőttnek még nem volt vége. A helyiektől a legjobb eredmény Makó András nevéhez fűződik, ő a 11. helyen végzett a férfi kadett kategóriában.